Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Jó úton jár a közelmúltban újra megnyílt Jancsárkerti piac, az őstermelői árok továbbra is kelendőek. Erről beszélgettünk Schulz Györggyel, a Piac és Közösségért Egyesület elnökével. Immár két hónapja, hogy újra megnyílt az új Jancsárkert termelői és biopiac. A beruházás célja az volt, hogy a fehérvári vásárlók egy helyen, gazdag választékban a hét minden napján kedvező áron juthassanak hozzá magas minőségű, háztáji gazdaságokból származó friss, egészséges zöldséghez, gyümölcshöz, tejtermékhez, pékáruhoz és füstölt húshoz. Két hónap telt el a megnyitás óta. Ugye a legnagyobb kihívás számunkra az, hogy a hétköznapi nyitvatartás ideje alatt a háztáji termelők a vásárlók rendelkezésére tudjanak állni, és be tudják úgy osztani az idejüket, hogy az otthoni munkákra is maradjon, de el tudjanak jönni értékesíteni a termékeiket is. Tehát ez egy teljesen szokatlan és nagy kihívás. Ennek sikerül alapvetően szerdán, pénteken már nagyon növekszik a vásárlószám. A két csütörtöki napoknál szeretnénk még nagyobb vásárlószámot elérni. Sikerül egyeztetni azt, hogy az otthoni munkák és az állattartás, a növénytermesztés, begyűjtés, feldolgozás összhangját sikerüljön kialakítani az árusoknak. Egy valami nem változott, hogy az őstermelők itt vannak nagy létszámban. Én azt mondom, hogy teljesen lefedik tulajdonképpen, ami egy háztartásban, egy családnak szükség van. Ez azért megerősítés, gondolom neked is. Igen, teljes mértékben, és ezen a stabil, állandó kínálaton kívül vannak szezonális termékek, amelyekre figyelünk, és ahol igyekszünk magas minőségű árukat kedvező áron kínálni. Erre például most a nagy almavásár, ami a Borbáskert jóvoltából valósul meg. Egy 20 kilós vásárlás esetén 450 forint a kiló ára 6 féle almának. Tehát esetleg annyival kényelmesebb, hogy nem kell kifáradni és leszedni az almás kertekben a gyümölcsöt, hanem itt gyorsan a város szívében könnyű parkolással, könnyű pakolással össze lehet mindezt gyűjteni. Sokat segít ebben nekünk az, hogy ugye a csarnok mellett megmaradt a régi szabadtéri piacunk is, ott pedig a nagyobb terjedelmű zöldségeket, gyümölcsöket, gyümölcsárut árusítják a termelők. Az csak szombaton van nyitva, de ilyenkor is telt ház van, közel 1000 látogatója van a kinti résznek is. Ennek a benti résznek pedig hát több ezer látogatója van a délelőtt 5-6 órája alatt. Az árérték arány változott-e? Nem változott lényegesen, nem emelkedtek az árak, nem növekedtek. Ugye a szezonális termékeknél mindig van egyfajta, sőt, akciók vannak, vagy árkedvezmények vannak. A többi árnál, így a tapasztalatok alapján, hiába jelentett nagy kihívást az, hogy a gyümölcsök például nagyon közeli periódusban értek be és egyszerre kerültek a piacra. A zöldségeknél most például az esőzés után jelentek meg az igazán zöld áruk, a sóska spenót. Tehát ezek úgy annyira nem mozgatták meg az árakat. A múlt héten nyitott egy nagyon gazdag kínálatú hentes üzletünk, ahol a sertéshúson kívül marhát, csirkét, kacsát, libát is lehet vásárolni. Az ő áraik is teljesen beilleszkednek a környező áruházaknak az áraiba. Viszont úgy látom, hogy a minőség, amit itt kínálnak, az sokkal magasabb. A változékony időjárás mennyiben volt hatással az árukra, az árusokra, hiszen azért tudjuk, hogy megváltozott az éghajlat bizonyos értelemben. Igen, a nyár elején azt lehetett tapasztalni, és a gazdák számára is egy kis meglepetés volt, hogy a korábban hetekre elhúzódó beérésű gyümölcsök, ezeknek a beérési időszaka eléggé összeszűkült, és egyszerre jelent meg a piacon nagyon sokfajta gyümölcs. Egyszerre kellett mondjuk feldolgozni őket, vagy a feldolgozásukkal foglalkozni. Utána volt egy kis szünet, utána a szárazság miatt hát eléggé visszaesett egy kicsit a kínálat, majd pedig ahogy megjöttek az esők, újra a zöldségfajtákban egy újabb, nagyobb gazda kínálat keletkezett. Tehát igenis érzékenyek voltak az élelmiszer alapanyagok az éghajlatváltozásokra.
Talán megpróbál majd mindenki ez a jövő évben alkalmazkodni, és már most akkor gondolkodnak, hogy mit, hogy érdemes vetni, milyen ütemben, mire kell számítani jövőben, hogy lehetne jobban a vizet megtartani, vagy újabb kutakat fúrni. Persze ezek mind költségigényes dolgok, és hát eléggé kiélezett azért a gazdáknak az otthoni pénzügyi helyzete. Túl sok megtakarításuk nem maradt befektetésekre, de ez óvatatlanul szükséges, elkerülhetetlen, hogy ezek a főleg a víz, a föld vízháztartásával kapcsolatos beruházások megtörténjenek. Megmaradt az őstermelői csapat, akik eddig is itt voltak, illetve bővültek? Bővültek, azt kell, hogy mondjam. Szerencsére fiatalokkal, fiatal gazdákkal bővültek. Úgy állunk most pillanatnyilag a vásárcsarnokban, hogy 4-5 fiatal gazda sorban áll ahhoz, hogy üzlethelyiséget tudjanak bérelni. Ők alapvetően a tejtermelők, a sajtkészítők köréből, illetve a füstölt hús előállítók köréből kerülnek ki. Tehát jó azt látni, hogy van utánpótlás, és még többen keresnek értékesítési helyet a termékeik számára. Ennek igyekszünk megfelelni. Hát a csarnokból ki kell, hogy mozduljunk a meglevő piacudvaron kívül, a hagyományos udvarunkon kívül is. Kértünk arra lehetőséget, hogy itt a bejárat közelében, vagy az áruház körzetében, különösen a szezonális áruk tekintetében ott meg tudjanak jelenni árusok. Ha összegezzük, akkor elégedettek lehetnek az őstermelők és a vásárlók egyaránt? Itt egy szombati napon több ezres látogatószámról van szó, ami azt mutatja, hogy a vásárlók kitartanak a piac mellett. Még sok új vásárló is érkezett, különösen úgy, hogy az Ecofamily áruház és a Lipóti Pékség mellettünk van. Ezek jó szimbiózist alakítottunk ki velük együtt. A termelőknél a hétközbeni vásárlószámot kell emelnünk. Tehát az, hogy jobban megérje vagy megérje az őstermelők számára eljönni hétköznap árusítani, ehhez egy nagyobb vásárlószámot kell elérnünk. De a piacot szeretnénk megszeretetni vasárnapi programokkal, például a kézművesek a szombatról átkerültek a vasárnapi napra, és kézműves vásárok indulnak be, de a piac másik szünnapján, hétfőn is más programokat, vásárokat szervezünk. Hát azt szeretnénk, hogy ez valóban egy környező lakosság, lakótelepek, bejárok számára egy egész héten minden nap valamilyen programot adó közösségi hely legyen. Bár már említetted, hogy a kapcsolatrendszer, ami ezt a három üzletet jellemzi, bejött. Gondolok itt az Ecofamily, a piac, illetve a Lipóti Pékség találkozására. Igen, egymást kiegészítik a termékek is. Még nyilván van csiszolnivaló, nyitvatartási időt próbáljuk meg még jobban esetleg egymáshoz igazítani, de tudunk egymásnak vásárlókat biztosítani. Szombat reggel nekünk 6 és 8 óra között van sok vásárlónk, 8-kor nyit az Ecofamily áruház, akkor ő is ebből a vásárlószámból tud profitálni. Tehát viszont mi meg hétköznap tudunk az ő vásárlóikat meg tudjuk nyerni, és lehetőségünk van, hogy a figyelmüket lekössük friss háztáji termékekkel. Tehát igen, ez az együttműködés elkezdődött, és ez működik. Duplán is ünnepnap volt az elmúlt vasárnap a Sóstói Vadvédelmi Központ munkatársai számára. Egyrészt szabadon engedhették a felépült kedves sünit Kátránykát, aki egy útfelújítás során ragadt a bitumenben, másrészt pedig a találkozón 3 éves munkájukért polgármesteri elismerő emlékérmet adott át Cserpakovics András polgármester. Augusztus közepén egy útfelújítási munka közben vette észre Fehér Zoltán, a Magyar Közút ZRT munkatársa, hogy egy kis sünikölyök beleragadt a friss bitumenbe. Nem volt egyszerű az apró állatát sérülés nélkül kimenteni a ragadós anyagból, de sikerült, és a süni a legjobb kezekbe, a Sóstó Vadvédelmi Központ állatorvosához, Flesh Mártonhoz került. Kátránka meggyógyult, így vasárnap reggel az állatvédők és a süni megtalálója útjára engedte őt. Számunkra is nagy öröm, mert amikor beérkezett hozzánk ide a Sóstó Vadmentő Központba,
akkor bizony az egész egyetlen egy ilyen kátrány gömbnek látszott, és meg se tudott mozdulni, mert azt hittük, hogy elpusztult ez a kicsi sün. Aztán egyszer csak életjelet mutatott magáról, és akkor úgy gondoltuk, hogy még van remény. Aztán viszont több órás munka következett, hogy lefejtsük róla a hozzáragadt kátrány darabokat, illetve hát ez ilyen ugye, aszfaltozáshoz használt termék. Ebbe számos önkéntesünk is részt vett, hogy ezt folyamatosan tudjuk csinálni, és így aztán sikerült őt nagyrészt kiszabadítani, de még utána két napig ismételtük a kezelést. Ebben a kezelésben a legnehezebb az volt, hogy magának a sünnek ne okozzunk ezzel ugye további sérüléseket, hiszen úgy össze volt ragadva, úgyhogy ezt kíméletesen kellett megtennünk. Ez nagyon sok türelmes munkát igényelt, amiben aztán sikerült végén teljesen rendbe raknunk és kiszabadítanunk, és utána nagyon hamar rendeződött az állapota, és egyből jobban lett. Kátrányka visszatérhetett otthonához szolgáló erdőbe, immár Cserpakovics András polgármester jelenlétében, aki polgármesteri elismerő emlékérmet adott át a Sóstói Vadvédelmi Központnak a megalapítás óta eltelt 3 évben végzett munkájukért. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos közösség, ami létrejött. Ugye 3 évvel ezelőtt kezdte el a Vadvédelmi Központ a munkáját. Ugye annak idején, amikor a stadion felújításának terve elindult, akkor mi azt mondtuk és azt kértük a kormánytól, hogy a Sóstó megmentésével együtt gondolkodjunk ennek a városrésznek a rehabilitációjába. Szerencsére ezt elfogadták, teljesen egészében kormányzati finanszírozásból így meg tudtuk menteni a Sóstót, mint egy óriási értéket, és egy gyönyörű élővilágot, és gazdag élővilágot, és akkor jött a szakembereknek az az ötlete, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen központ is létrejönne a Sóstó mentén, és így gyakorlatilag ez is megvalósult. 3 év óta pedig működik is, több mint 4400 állatot mentettek már itt, több mint 100 fajhoz tartoznak ezek az állatok, tehát önmagában mutatja a tevékenységnek a sokszínűségét. És aztán most a nyár végén pedig volt egy nagyon nehéz néhány nap, amiben több mint 1800 fecskét hoztak ide be a központba, és ebből közel 500-at sikerült is megmenteni a szakembereknek. Úgy éreztem, hogy egy városi kitüntetéssel, egy polgármesteri elismerő emlékéremmel szeretnénk kifejezetten ezt a munkát megköszönni az itt dolgozóknak, és megköszönni azoknak az önkénteseknek és azoknak a támogatóknak, akik segítették a fecskementést ebben az időszakban. Azt hiszem, hogy önmagában ez már értelmet ad ennek a központnak, úgyhogy köszönöm szépen az itt dolgozóknak, az őket segítő önkénteseknek, támogatóknak azt, hogy ez a központ működni tud. A Városgondnokság a fenntartója, az önkormányzat a finanszírozója a működtetésnek, de ez csak a pénz, a valódi lelket, a szívet, elkötelezettséget az itt dolgozó szakemberek és az önkéntesek, az őket támogatók adják meg ez a központhoz. Csete Gábor a központ vezetője a csapat nevében köszönte meg az elismerést és elmondta, az elmúlt 3 évben sikerült kiépíteniük a Nemzeti Parkokkal, a Természetvédő Egyesületekkel egy működő kapcsolatrendszert, emellett ismeretterjesztő környezetnevelési programjaik a látogatók minden korosztálya körében népszerűek. Nagyon örültem neki, mert tényleg mi azért dolgozunk itt 2022 óta, hogy a Sóstó részeken gyakorlatilag kiegészítjük azt az ökoturisztikai és természetvédelmi tevékenységet, ami itt zajlik már hosszú évek óta. Én azt gondolom, hogy mikor megálmodtuk ezt a központot és ennek a funkcióját, ennek az üzenetét, akkor tényleg az volt a cél, hogy egy régió színvonalú központot létesítsünk. Most már azért a 3 év után tényleg azt látom, hogy ez inkább tényleg országos hírű központ lett. Én azt gondolom, a legfontosabb cél az volt, hogy a természetvédelmet, az állatvédelmet, a környezeti nevelést, ismeretterjesztést, azt igyekezzünk tényleg központosítani itt a Sóstó Vadvédelmi Központba, és ugye mi hozzáépítettünk, ahogy Sóstónál is egy arculatot, tényleg mellé raktunk egy programot, amit lépésről lépésre építettünk fel. Egy nagyon magas színvonalú stábbal dolgozunk együtt, úgyhogy tényleg szakállatorvosok, szakasszisztensek, gondozók, szakértő koordinátorok dolgoznak itt nálunk,
úgyhogy tényleg kiépítettük országos szinten a kapcsolatainkat az egyesületekkel, alapítványokkal, nemzeti parkokkal, a szakma azon szereplőivel, akikkel még tovább tudjuk emelni a központnak a fényét, és gyakorlatilag tényleg a kitűzött céljainkat. Ugye ebben az időszakban nagyon-nagyon sokan megfordultak nálunk, tehát látogatók, rengeteg család jönnek az állandó programjainkra, és ugye az ide beérkező állatok megmentése, gyógyítása, bemutatása, ez nagyon fontos folyamat, viszont mi azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy ezeken az eseteken keresztül be tudjuk mutatni az embereknek, hogy milyen természetvédelmi problémák vesznek bennünket körül, és hogy azok az állatok, akik közvetlenül velünk élnek, a saját környezetükben mi is a természet részeként velük élünk, hogyan tudjuk őket megóvni a mindennapjainkban, hogyan tudunk biztosítani nekik élőhelyet, hogyan tudjuk őket, hogyha bajba jutnak, a legközelebbi mentőhelyre eljuttatni. Én azt gondolom, hogy ennek az egész elismerésnek ez a legfontosabb kulcsa, hogy ebben benne van a mi csapatunk, benne van a rengeteg civil, aki segíteni szeretne, és hát nem utolsó sorban az is, hogy itt a központot az itt lévő stáb mellett, ugye azért a Városgondnokság egységei is teljes mellszélességgel üzemeltetik, tehát itt ugye azért rengeteg olyan feladat van, amit egy nagy csapatként kell ellátni, a karbantartáson át a logisztikán keresztül a takarítási feladatokig, úgyhogy én szeretném tényleg mindenkinek megköszönni ezt a hatalmas munkát, amit itt végez, és tényleg az a célunk, hogy mindenkivel kommunikáljunk, mindenkivel meg tudjuk ismertetni a központnak a célját, és arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy látogassanak meg bennünket, beszélgessünk, nézzenek körbe egy sóstól, nézzenek körbe a Sóstóvadvédelmi Központba, és akkor azt gondolom, hogy mindenki élményekkel térhet haza. A bensőséges hangulatú találkozó megerősítette, a Sóstó természetvédelmi terület kialakítása és működtetése példa arra, miként lehet megőrizni értékeinket. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!